Nem tudom, töltsem le a játékot, hogy majdnem 15 giga, vagy nézzem Jalót. Nézd Jalót, hát persze, hogy nézd Jalót. Az. Hogy lehetne bármilyen szinten kérdés. Nem is értem, hogy ez hogy merülhet fel egyáltalán, mint diskurzus tárgya. Szóval Exco. Ilyen ez a játék, Tarsis. Már van róla videó. Itt tettem rostélyost. Úristen, valóra vár az álmom két jeló egyszerre. Megnyerné valaki a Leyland is jeló rambot. But you will need to make contact with their network first. This is only the beginning, Commander. Your leadership will be a beacon to our people across the globe. Csinálsz. Őt nem is szedekültelek a beállásod, oké. Ezt szedjük össze a tudós. Ha összeszedtük a tudós, szerintem rámegyek a mágnes vagy öregre. Bla bla bla. The admin office has clearly been modified to allow for their subordinates to receive new orders. Assistance communications is fontos. I'll see that work begins immediately, Commander. Mikor lesz legközelebb Leylandon is jelolva? Nem tudom. Hát jövő hétvégén utána. A kell hozzá megfelelő játékos, B most ki kell bővítenem a kérdéssort. Nagyszerű. Dr. Yellow Rambo. Igen. Dr. Yellow Rambónak köszönhetően 33%-kal gyorsultak a kutatások. Mit mondják? Ez elég nagyszerű. Köszönöm, ki akarom dobálni a földön kívülőket. Na, Jéko kipakkáról innen kipakolt. Ide szerintem le is pöttyintek egy Advanced Warfare Center-t, ami egy jó kis hasznos építmény. Látjátok, mindezt nem tudtuk csinálni az előző régi játszásban egyáltalán. Nem fogom ide küldeni Jéko kipakkáról, mert szeretném, ha ő még több földön kívüli trutyit takarítanak ki. Vagy ide majd tudjuk egy Power Relay-t építeni. Két nap múlva akkor rátörjük arra az építkezés. Mit tettél szektori pörköltet? Dr. Yellow Rambo egy arab terrorista? Nem. Ez volt a legközelebbi a elmosódott arconású kékes háttér előtt álló emberhez, amit meg tudtam valósítani. Még egy scientist! Ide vele! Hú, de gyorsan fogunk tudni kutatni. Milyen jók, ahogy Karcsi a nagy rom kitakarító? Igen, a romoszexuális most nagyon élvezi tevékenységét. Szóval Hirtz kapott egy baszott nagy kardot a hátára. És... Nekik van egy weapon modunk, ugye? Ugye, az Advanced Hair Trigger van. 10% esély arra, hogy a lövés nem számít. Úgyhogy ezt megkapta Dani. Még annyit szeretnék, hogy Hirtz ne shotgunnal szórakozzon, mert közelharcra legyük őszintén a kart pont elég jó. Már bazd meg, ha nem csap mellé kétszer egymás után. És messzebbre meg kicsit jobb a sima fegyver. Jó, de akkor ezt a fegyvert is nevezzük át valami különlegesre, ha már kapott egy ilyen kis bizbaszt. Ingyen lőzővel akartam volna, egy ingyen lősz kártya. Tökéletes. És akkor nyavajogtunk, hogy Pöflernek legyen piros a fegyvere? Aki nem Pöfler, hanem Jekidni Aravam. Pontod a lényeg. Na jó, akkor egyezünk meg valami narancssárga, nem a másik fegyver is narancssárga. Jó, legyen piros, legyen full pirosban. Rájött, hogy messziről érdemes lelőni a boltosokat. Előre.
Hirx lett az új Hirx szerző. Jó. Run-and-gun nem lesz jó, ha run-and-gunhoz nem lesz jó a shotgun. A run-and-gun is megváltozott, nem csak lőni tudsz a run-and-gun használatot, hanem bármilyen akciót tudsz eszközölni. Például pofán baszhatsz valakit egy karddal, de egyébként ha észrevettétek, a kard használata amúgy is az, hogy mindkét lépését megtehet és utána kardozik. Tehát... nem szempont. Miért ilyen kim a pókember? Aztán meg kell venterünk egy tudóst, ismét. Ha pont nem tudnál oda deselni, akkor jó a shotgun. Ez egy nagyon-nagyon specifikus szituáció, szerintem minden más esetben jobb a sima fegyver. A 4 darab 80%-os lövészem elé megy, mit csinálnál? Hát nagyjából ez történt, amikor újra kezdtük a kampányt. Két 80 vagy 90%-os karcsapás, egy 93%-os mesterlövészlövés ment mellé. És amikor felderítettek minket, akkor egyből lelőttek valakit valahogy. Szóval keressük a VIP-t, itt ül a dutyiban, ki kell szabadítani, aztán utána oda vinni. Erre van, hány körünk? 12, jó. Kár, hogy ilyen kim van legalább a mesterlövész. Itt csinál 2,99%-os lövés menne mellé, ugyanazt, mint az előbb valószínűleg. Ha nem kampánygyilkos veszteség, akkor folytatom és anyázom, szemforgatva. Ha kampánygyilkos veszteség, újra kezdem a kampányt. Ennyire azért nem fogok. Overwatch hype. Itt nem tudom, hogy fogom itt áthatolni, hogy körbe megyülök, nem tudom, hogy menni. Tehát felmászom majd a tetőre. This is where they administer the bulk of their gene therapy treatments, at least the ones the general public is aware of. Eyes on eyes. Eyes on eyes. Te még tudsz felmászni? De te good copy, moving on target. Headed there now. Oké, okay, szerintem akkor most vegyenek minket észre. Good copy, moving on target. They found us. Jaki, miért van keresztül a zsebcsapadló? Gratulálok neki. Ti messzebbre mentetek, mint én ezt szerettem volna. Nem baj, taníts meg kardozni. De ez sokkal menőbb behatolási módszer. Egy gránát és minden megvan oldva, jó.
Ilyen repülike. Csapattársunkat nem szeretném, ha megdobálnám gránáttal, ez jó. Elvileg ő nem sérül. Ők meg igen. De ami még fontos, a felrobban a fal. Ami azt jelenti, hogy szépen le lehet pisztolyozni. Tökéletes. 67%. Ne okoz csalódást, Jekki. Bazd meg, Jekki. Kurva anyád, Jekki. Moving to position. Jó. Akkor még egy lenne. Felesleges gránát volt, ez még jó, hogy a tolna később. Na mindegy, első podlát útba lesz még legalább kettő. Kirsz meggyulladt. És nem hiszem, hogy el tudom oltani. Most viccesen hangozik, de én nagyon tartok tőle, hogy Kirsz meg fog halni. Mire a küldetés véget ér. 20-szor pánikolni is fog. Nincs pod. Jó. That doesn't look like something you'd use to help someone, does it? Hát az, hogy ilyen fajta segítséget jön. Hát ez égő. Idő viccesek vagytok. Hughes is biztos nevetni fog majd, amikor meghal. Nyolc kör helyett igazából négyünk van az ő evakuálására. Szerintem konkrétan azt fogom csinálni, hogy kiroppantom az utat magunknak. Gyorsan kijussunk a börtönbe. Jó. Gyere, Hirtz, nyisd ki az ajtó. Csodálatos. Kicsit módosítanám a hajléktervet. Tudsz kardozni? Csak a szektoidbe. Tökéletes. Kardoz. Okay. Így kell ezt csinálni. Nem így kell csinálni. Visszavontam. Hát bocs, Virks. Aztán te nem nincs hozzájelve. Majd kinyitjuk az ajtót. Hírksz az adventi gyertyán. Azt akarom, hogy elgyere a legmesszebbre, ameddig el tudsz, és elég messzire akarom vinni a kamerát, hogy meg tudom nézni, hogy onnan látsz-e valaki. Nem tűnik úgy. Ó, pirike.
Hájbasodom. Overwatch, jó. Két Overwatch. Most kordában lángoló érzelmét ezt kérlek. 64%. Jekim. Nem nagyon fér bele, hogy itt szórakozzunk. Legyen 160. Oké. Ah, VIP hirtelen kijutott. Felgyulladt az ajtó. Szétlőttük az ajtót a mesterből össze. Zseniális. Ezzel ugye nem lövöm szét a VIP-t. Nem lövöm szét a VIP-t, akkor boldogan megcsinálom. Varázs az, hogy 4-et sebez. Kurva jó. Következő körben kijutunk innen. Bencsen a negyedik pól is itt nagyon közelben. Bert Hirx is hazajött. Még egy kertségére. Hirx, egy kérésem van, ne pánikolj be a következő körbe és hazaérszél le, jó? Nem tud overwatcholni, mert lángol. Szóval meg tudom érteni. Kettőt égettetten a körben. De már nem égte, abban maradt az égés, úgyhogy már nem olyan égő. Látom. Szóval a Hirxos már nem fog garantáltan halálra égni. Az első küldetés, amely konkrétan halálra égett egy katona, mindenki bepánikolt és úgy vesztettem a tutoriál. Első be tudsz szaladni a kijárathoz. Te is. Te is. A maradék kettő nem tud, úgyhogy ezt most még megcsináljuk. Oké, te be tudsz, úgyhogy szaladjél be ide. Küldetést teljesítjük, a tudós megérkezett, csatlakozik Dr. Yellowhoz. Dr. Yellow, emberek, hát az észhelyzet sztárja. Most jövök rá, hogy az észhelyzet szája dolgozik. Nem szája, sztárja dolgozik itt velünk. És nekünk. Iván nem azt akartam, hogy dash-eljen két mezőt, hanem hogy overwatcholjon. Nem mindegy. Túl egyszerű lett volna egyébként, nyilván. Akkor kénytelenek leszünk ezeket szétlenni. Kire gondoltál? Eddig szerény személyemre. Hirsz már nem ég, azt mondja a játék, én ezt elhiszem neki, hogy nem sem fog halálra égni, különben kimentem. És három trooper? Nagyszerű. Csodás. De összesen 12 életerő. Én most már nem próbálnak olyanra overwatch-ol, akik egy meghal és ezt csinálnak. Még égsz, mert nem ég. Ha nem égsz, akkor vágj. Not even close.
16-os. És lehet mindezek után Hirsch mégis meghal, mert nem tudott kardozni. Mi szomorú lenne. Maradt két lövésünk. Kocsi nem gyulladt ki ezért. Hát figyelj! Látjátok, hogy ott van Hirsch és Jakim Niara van ott a... azon a plakáton? Mint körözött személyek? Zseniálisak az egyik kis dolgok. Miért nem értem, hogy miért nem mennék egyszerűen ki a Reinforced elsőkében, nem csinál Overwatchot? A hátsók nem értek volna ki. Interceptors are on high speed approach. Your window for extraction is closing. Get out of here. Látod, a mesterlövészem még így se ér ki, de... Oké, hogy az első közben nem overwatchol, de Jakim itt maradt volna tök egyedül. A három ellenség ellen. Nem értek volna ki a hátsók időben. Úgyhogy kénytelen voltam a nehezebb utat választani és megölni mindenki. Hirsch az úgy csoda, hogy még élsz, azért? Hát azért... az meg odébb van. Csoda, hogy még élsz, de nem egy, hanem vagy 40 küldetésen csinálta meg ezeket. Kezdetnek jó. Szóval Hirsch lesérült, de senki mással nem történt semmi. Megöltünk mindenkit, felraplattottuk a falat, hogy kiérjen idővel. Hirsch már csak füstölgön. 50%-os találati arány, kapjátok be mind. 0,82 földön kiúrják körvel, és ez az új rekord, hát ez szörnyű. Hirsch, respect. Respect mindenki másnak, aki fedezte. Hirschnek nem jár respect, mert nem tudott kardozni. Örülök, hogy él. De ne akartok respectet külök, azt felmeljétek az F-et a csendbe. Hirsch nagyon lesérült, de cserébe kap egy új előléptetés. Itt a scoutot soha nem próbáltam még. A Phantom azt jelenti, hogy amikor a csapatot felfedik, akkor őt még nem. Tehát így el tud rohadni tényleg több körbe meg máshová. 24 napra lesérült, jegyzem meg. A Blade Master pedig azt, hogy plusz 2-t sebez a karddal. Ami tök jó. Jakim F. Próbáljuk ki a Phantomot? Sose próbáltam. Ha rárontunk az Excessor fegyverekre, akkor talán jobb is, mint a Blade Master. Tehát a 24 nap után, mire Hirsch visszajön, meg lesz a jobb fegyverünk, ami kb. Olyan, mint a Blade Master lenni neki. Firikéből pedig szintén mesterlövész lett. Kicsit nem lesz sok. Ez egy kicsit rosszabb hertrigger, csak 500-ek esélye. Persze. Szóval még gyorsabban kutatunk. Látjátok is, hogy itt van velünk. Dr. Yellow. És Roman Markel. Dr. Yellow természetesen sokkal menőbb. Van Gene Lab Cyberlab? Ha van, se találkoztam még vele. Mikor lesznek új katonák? Itt 7 nap alatt találok majd egyet. De előtt szeretném a kis nyersanyagokat összeszedni.
Hogy értem, nehéz küldetésre csak egy románt kaptál, jó vicces volt. I am sure you will find the results to be as intriguing as I do. Na, és akkor most fogunk rárontani a magnetikus fegyvereket két hét. Nagyon hasznos lesz. I'll have a report assembled as soon as the research is complete, Commander. Igen, és kapcsolatot tudunk létesíteni egyes helyeken. Sor fog rákerülni a nyugi. Once we've collected sufficient intel to make contact, we'll need to scan the target region for the operative signal. Avengers plotting new course. Szedjük össze az új katonákat. Ez egy hét elég nagy idő. Összebb szerintem a Councilnek olyan hangja, mint a Hazard Australian narrátorának, olyannyira, hogy ugyanaz az ember. Ó, jég, hogy kitak Káró újabb feladattal végzett. Maximum power consumption reached. Melyik mennyit ad? 58, 11, 52, 15, 60, 11, ezt takarítsd ki. Ezt a takarítsd ki, Karasz. Ugye pedig építünk egy távolgőlejét. Szépen el is használ az erőforrásaimat. Hello, kérlek szépen, ne harapd el a szavak végét. De olyan finomak. Viccen kívül, majd igyekszem erre jobban figyelni. Na, már megint itt a terror küldetés. Na jó. Szóval kiket küldjünk ide? Hát ide tényleg szeretném a legjobbakat. Bálint, mint tök amatőr jön velünk. Itt lesz az ingyenlősz, itt lesz a nem pöfler. Pirike bazd meg, nem akarok két mesterlövészt ide. Vagy te akarjak két mesterlövészt ide? Kételen leszek, akartunk két mesterlövészt ide. De múltkor is kettő volt, ugye Pöffler és Gandhi és működött. Jó lesz ez. Jó lesz ez. Előre, hogy húzd le a fejed, folyton kitakarsz valamit. Most épp mit csinálok rosszul? Mi a baj a fejemmel? Mami bántanak! Jön gyurma, men, bizony. Mit akarok ki? Szóval igen, a legnagyobb kérdés itt ugye mondanom sem kell mindig az, hogy hogyan öljük meg a Faceless-t, és hogy vajon melyik random civil, aki ilyen találkozott lesz véletlenül Faceless, mint az orosz akkor csak nyerhet. Tedd középre a fejed. Multit nem fogom kipróbálni, most még biztos, hogy nem. Ja, azokat a kékeket szed le a fejedről. De az fontos azoknak, akik felülnek a falóra. Szóval nincs concealment. Ez a fájas sarka. Hát ne a mesterlövészeket küldjük előre, ugye? Közben keressük a magaslatot, amire felrakhatjuk a mesterlövészeket. Majd egy szép napon. Egyszer egy szép napon, tudom, hogy elhagyom az XCOM-ot, nem tudom. Eddig se volt falójelző, mégis érjük. Többen ültök fel a falóra így. Terrorizálják a kaktuszokat, igen, meg az embereket is. Mindenki mentse meg a kaktuszokat. Üljenek fel a kaktuszokra, de gonosz vagy. Legyél már ilyen gonosz, az én kedves faló üldögélő nézőimmel. Mindig sehol senki. Annyira bírom ezeket a véletlenszerűen, hogy egy procedurálisan generált pályákat. Szerintem egy nagyon jó kis előrelépés. Igen, valahol erre van egy adag alien, nem is messze. Au.
kétdimenziós képre, hogy üljünk fel. Nem vagy kreatív. Mondták már. Az egy kedves kollégát nem tudom fedezékbe küldeni. És ide fel tudjuk küldeni a mesterből részeket. Szépen induljunk meg erre. Aztán újra fogom indítani a játékot, mert így ahogy telnek az órák, gondolkodozik egyre jobban. De hogy aktiváltál valamit, amit a másik nem? Hogy az meg? Hányszor szívom meg ezekkel meg? Még ez annyira nem vészes egy szektor és egy trooper. Mindenki tud mint lőni? Nem, aki csak egyre tud lőni, kezdje az 62%. Tehát 100-zá. Nem nullává te barom. Neki kell elsősorban meghalnia. Szektor itt kicsit ráér. Na, mit kell csinálni? Nem ellőhetsz a szektorra. Az nem a szektor, az a fal. Nem baj, legalább próbálkozom. Ó, pirike. Felezéken kívül ragadtak az emberek. Szép. Így másra is felülnék. Kappa Pride, jól van. Crystalid van ebben a játékban? Elvileg van. Az ég szerelmére most érkeztem. Vannak baráti mekek? Nem tudom. Na, ingyen lőszer, gyere. Mindjárt lősz. Te innen látni fogod a ziher. Sajnos másokat is fogsz látni. Remélem a Scottside segíteni fog és tudunk mesterről részkedni. De a szektor miért kapott név egy movement pontot? 62% lőd le. Szóval. És még elő is léptették neki. Pirike, ha te eltalálnád a szektorirat, nagyon sokat segítenek. Wow, szeretlek Pirike. Így a barát. 58% annyira nem szexi lehetne. Én még továbbra sem tudok jó fedezéket ajánlani, úgyhogy még lőni is tudj. De fel tudsz jönni ide, nem mondtam. Talált, igen. És akkor azt hiszem biztosra még egy Bálint gránátozzon. Mert a gránátkom biztosan lehet 64% vagy 100, hogy nem lő vissza. Ezt preferálnám. Idd meg a söröket, jobban fogsz élvezni. Milyen söröket? Lehet hagyni fogom, hogy egy körig írtsák a civileket. Bár már csak 9 van. De azt hiszem, az abból származó stratégiai lehetőségek, hogy a felküldöm a mesterről részeket, nagyon jók lesznek. Nem mondtam semmit. Mesterlövészek látják őket? 11%. Őket meg se érdemes próbálni. Tehát ti egyszerűen gyertek közelebb. Majd a következő körben hasznosabb is lesznek. Akár hogy pirikélek nem lesz ideje újra tölteni. Kártyákat észrevetted a söröket, meg nem? Hát igen. Gyerünk, Bálint! Szép!
szektoid neked néha lő, úgy látszik, de nem sokszor. Ez az egy lövedék kelleni fog. Azért fogom legránátozni, mert egyrészt nem lesz fedezékben és el fog szaladni. Másrészt meg, mert... Ja, le tudom ránátozni, igen. Másrészt meg, mert az az egy lövedék szerintem kelleni fog a faceless-re. Nem lesz időm újra tölteni. Valószínűleg. Kis körödben nem gyurmáztál a gyurma emberrel, azért ő fog gyurmázni veled, ne ijesztgess. Ne szaladj el még messzebbre. Azt hittem feljön a tetőre. Ott a kaktusz skill. Oh, mégis megsérült egy kaktusz. Nem baj. Tud lőni rájuk a mesterlövész? Igen. Hát szeretnék lőni előbbiekként, nem egyikőtök már sincs két lövedék. 100% érdekel a zombira tudnál 100% meg. Gyerünk ki. Lehető legkevesebb lövésből akartam megoldani, azért ezt nem van. Jó, és meg is halt. Ez de kurva jó vagy. A zombiek kihányja bele. Hogy nem aktiválódott még a faceless? Még van egy... Még csak két poltot vertünk szét, nem hárman? Még csak kettő. Heading there now. Hiszen most nem overwatch-olni fogunk, hanem újra tölteni, de kollektíve. Bár szerencsére a kettő nem feltétlenül zárja ki egymás mindenkinek. Locked and loaded. Dani például nem fog így. Felgyulladt a civil. Ups. Oh, hello. Szia. Ez azt jelenti, hogy az összes földön kívüli egyetet megoldtuk már, hogy ő így előjött. Látjátok, mennyit tud szaladni a mocsok? Szerencsére egész gyorsan szétkapjuk. We've heard rumors about some kind of shapeshifters. I'm guessing this is it. It is a remarkable species. If only we had some means of containment. Don't even think about it. Nem, Bálint már előléptetődött, Jekki és Pirike még nem. Pirike az egyetlen, aki még nem kapott előléptetést, úgyhogy Pirike 95%. Öld már meg nekem. Szép! Micsoda fantasztikus overwatch-aik voltak, érzem meg. Pirike, előléptetés, előléptetés. Menace 1-5, status confirmed. We're not picking up any additional contacts. The AO is clear. Status confirmed. Mission accomplished. Élve fogd el, ha? Én Sennel vagyok ez ügyben. Nincsen is gondoljára. Állagosan egy ellenséget öltünk meg per kör. Jó. És csak senkinek se sérült? Egy tökéletes küldetés volt? Yes! Ilyet se fogok csinálni sajt. Szép! Szép! És jó! És nagyszerű! És csodáljatos! Próbáljuk meg az urányításánál fogani, de mindenképpen. Remélhetően lesznek performance patch-ek. Mindenki, Pirike is előléptetett, egy csodás. Ugye beszéltük, hogy a Return Fire annyira nem jó, úgyhogy van, vagy szerintem nem erre jó, úgyhogy van, vagy. Jekki, Lightning Hands, ingyen lő egyet a pisztollyal, és ez nem kerül action pontba. Ez fantasztikus. Köbben minden helyzetben. Demolition vagy Suppression. Demolition szétveri az ellenfelemnek a fedezékét, de nem sebzi meg. Suppression, én még
meg voltak épp egy Overwatch-ot ad. Tehát a Overwatch, hogyha az ellenfél elmozdul, ha nem, akkor még mínusz 50 célzó képessége van. Inkább ezt preferálom, mert a... A demolition-ös képesség az egy tervezett akcióban jó, hogy jó, most lebontom a fejtezékét és utána szétlövöm. A suppression viszont arra nagyon jó, amire egy gránát is jó igazából. A suppression viszont arra jó, hogyha valami gáz van és valaki biztos, hogy túléli a kört, akkor le tud lassítani. Balint Ball Ranger lett, remélem örülsz. Advent hulla, Advanced Scope, wow, még jobb scope. Ezek az Alien Detekersek Advantage a padok supply-t vagy intel-t adnak. Kibaszott jók vagyunk, ez a mondani valója. Szóval akkor gyorsan újraindítom a játékot. Még több supply. 4 nap, 7 nap kontakt, stb. Te nem tudod utolérni magadat. Geoscape-en.